Sose voltam nagy rajongója a Dishonored játékoknak, de eltöltöttem jó pár órát az első résszel, és még nagy részt jól is szórakoztam, de a másodiknál abszolút elveszítettem az érdeklődésemet. Ha jól emlékszem, olyan 4-5 óra játék után engedtem el. A Prey egy érdekes kicsa valami volt, amit még végig is toltam volna talán, ha nem terelik el érdekesebb címek akkoriban a figyelmem. Ezt most csak azért mondom el, hogy tudja mindenki, aki ezt a videót nézi, hogy nekem csak minimális kötődésem van az Arkane Studios játékaihoz, egyáltalán nem voltam tőlük odáig meg vissza. Na hát, a Deathloop-tól meg odáig vagyok meg vissza, és háromszor körbe, egyszer balra, és egyenesen felfelé 92 méter magasban, majd újra körbe le balra srégen. Just give me a second. Oh, you're not even trying. Oh, lady, I have no idea. Oh, shit, that's not good. Can you just hurry up already? Alaptörténet szempontjából a Deathloop majdnem közhelyesnek is mondható. Főszereplőnk Colt Black Reef szigetének tengerpartján ébred, egy nagyon élénk és fura álmot követően. Ebben az álomban egy számára ismeretlen nő beléhatol a késével, aztán szépen lassan rá kell jönnie, hogy lehet itt nem is álomról van szó. Elsődleges célunk nyilván az lesz, hogy megtörjük az időhurkot és végre kiszabaduljunk ebből az eszeveszett rémálomból. Az sem teszi sokkal érdekesebbé az alapszitut, hogy a sztori az egyik leginkább elnyüstölt dramaturgiai csavarral próbálja kibontani számunkra ezt a világot. A főszereplő amnéziás. És minden ellenérzésem ellenére el kell ismernem, hogy kifejezetten jól állt ez ennek a történetnek. Amint főhősünk útnak indul, hogy rájöjjön, miből és mennyit kellett ahhoz fogyasztania, hogy totál kiessen minden, hirtelen lebegő sárga feliratokat pillant meg maga körül. Mindenhol. Bárhol. Üzenetek. De kinek az üzenetei? Lehet nem csak pia van a dologban, hanem egész életére szétcsapta magát valamiféle Heisenberg által jóvá nem hagyott kék csoda szerrel. Ha ez nem lenne elég what the fuck Colt számára, még a korábbi leányzóval is összefut, akivel álmodott, illetve akivel az előző hurokban összeakadt. Természetesen a szituáció ismételten Colt halálával végződik, de most már legalább nagyjából tisztában van a játékos és a főszereplő is azzal, hogy miről is van szó. A hölgy neve Juliana, és az a célja, hogy megakadályozza Colt időhurok szétcseszési szándékait. Nem kell nagyon erőlködnie, mert szinte lehetetlen feladat elé néz a főhősünk, és ezt Juci is pontosan tudja, ezért sokkal inkább egy aféle már-már romantikusba átforduló, se veled, se nélküled, macskaegér játéknak tűnik vívódásuk. Black Reef egyébként a Feröer szigeteken alapuló fiktív helyszín, 60-as évekbeli Art Deco stílusjegyekkel megspékelve. Nem biztos amúgy, nagyjából 3 órán keresztül vitatkoztam azon Redditen, hogy a Deathloop valójában milyen stílusvilágba illeszhető be a leginkább, és nem igazán sikerül dűlőre jutni. Végül valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy az Art Deco 60-as évekbeli retrofuturisztikus világa lett egy vidéki és science fiction közegbe belehelyezve. Ha ennek így van értelme egyáltalán. De semmiképpen nem steampunk. Szóval főhősünk egy időhurokban ragadva éli át újra és újra ugyanazt a napot. Ahányszor meghalunk, mindig kezdődik előről az egész, amivel már a játék legényen szembesülünk. Mondhatni, elég korán megpendülnek a halálhúrok. Colt és Juliana egyébként nagyon jól felrajzolt karakterek. Kettejük évődése a végtelenségig kifejezetten szórakoztató, és sose éreztem erőltetetnek. Még akkor sem, amikor mondjuk 2 percen keresztül bántalmazták egymást verbálisan a legkreatívabb módokon. Eszméletlen a játék humora, és ami még annál is erősebb, az a szinkron színészek teljesítménye és a párbeszédek megírtsága. A többi főbb, nagyrészt negatív karakter és kapcsolatuk egymással vagy éppen Juliannával szintén érdekes és jól kidolgozott. Ezekből a főbb mellékkarakterekből 8 darab van, és mindegyikük egy afféle bossként kezelhető. Ők irányítják a szigetet, és ők ennek az időhuroknak a megoldása is nagy valószínűséggel, tehát jó lenne megszabadulni tőlük. Ez viszont nehezen fog menni, mert mindet egy adott napon belül kellene legyakni, még mielőtt újraindulna az egész. Ez nyomoznunk kell, méghozzá a végtelenségig, mert hogy ebben a játékban az információ az Isten.
ezeknek és a nagyszerűen megírt karaktereknek, illetve egymással ápolt kapcsolatuknak köszönhetően válik a játék narratívája zseniálissá, még úgy is, hogy kifejezetten minimalista. És akkor még nem is beszéltünk a lebegő feliratokról, amik lényegében Colt tudatának kivetülései, gondolatai, üzenetei az amnéziával küszködő jelenlegi énjének. Szóval a játék során végigverekedjük magunkat mindenen és mindenkin, vagy ha mondjuk ügyesebbek vagyunk, nagyrészt lopakodva tesszük meg ezeket a távokat, és közben felgöngyölítjük saját múltunkat és kapcsolatunkat a történettel, illetve a többi karakter személyiségét is. Meg kell ismernünk őket ahhoz, hogy elbánhassunk mindegyikkel jókor, jó időben. Persze ettől függetlenül is megéri meglátogatni és kiiktatni néha napján ellenfeleinket, mert elsajátíthatjuk különleges képességeiket. Miután magunkévá tettük a képességeiket, azok fejleszthetővé is válnak az újabb és újabb hatodik típusú találkozások után. Van itt egyébként sablon teleportálás, ellenfelek reptetése, láthatatlanság, de helyet kaptak ennél kreatívabb szupererők is, mint például a Nexus. Hogy ez pontosan micsoda, azt fedezd fel magadnak, mert én el nem magyarázom. A kivégzési lehetőségek egyébként kifejezetten kreatívak. Nem a sima közkatonák nyakának kitekerése vagy lefejezése az, amire gondolok, mert az mondhatni már megszokott az ilyen jellegű játékoknál, hanem a bosszok kiiktatása. Nyilván teleszorhatjuk őket ólommal, miközben ömlik ránk a többi tucat közkatona, de az ő hátuk mögé is odalopakodhatunk, és egy nyaktekeréssel véget is vethetünk jelenlegi napjuknak. Amire viszont nem feltétlenül számítottam, hogy a korai Assassin's Creed, de még inkább a Hitmanhez hasonlatos módon a környezetet felhasználva is törbecsalhatjuk az ellenfeleinket. Mindegyikükre van egy legjobb módszer, egy a féle kánon módszer, de még azon kívül is adódhatnak egyéb lehetőségek. A Deathloop bejárható területe kicsi, de legalább aprólékosan kidolgozott és nagyon könnyen tanulható, amire szükség is van térkép hiányában. A multi résznél kifejezetten nagy segítség tud lenni, ha fejből tudod, melyik sarkon túl melyik utca van, vagy épp melyik szakadék található. A kis játékteret szerencsére feldobták napszakváltozással, még ha az nem is dinamikusan történik, hanem területek közötti áthaladás során. Négy napszak van, mind a négy napszak hatással van mind a négy területre, és alapjában tudja megváltoztatni a taktikázást. Főleg mivel bizonyos bosszok csak bizonyos helyeken, bizonyos napszakokban jönnek elő. Ha eléred az estét és tovább utaznál valamerre, a nap automatikusan újraindul. A nap kezdetén alapesetből nulláról indulsz, nem lesz nálad lószar se, lőszer meg aztán végképp, de hála az égnek, pár halál után eléred azt a pontot, ahol sztorilag beemelik az infuse mechanikát, ami annyit tesz, hogy sok-sok nyersanyagért cserébe ezt-azt tovább tudsz örökölni a következő hurkokba. Egyébként emellett lehetőségünk van Dark Souls-szerűen halál után felszedni a lelkünket, vagy nem tudom minek nevezzem, ami itt van, asztrál testünket, és kapunk egy újabb lehetőséget a menekülésre vagy győzedelmeskedésre. Ebből nyilván nincs végtelen, kétszer sütheted el egy adott területen, és ha harmadszor is elbuksz, teljesen mindegy mi volt nálad, hol voltál, a viszontlátásra. Új élet vár, felejts el mindent, mindent, amit lootoltál. Fontos eleme még mind a fősztori küldetéseinek, mind a mellékesebb tevékenységeknek a puzzle-ök, amik el vannak szólva Black Reef szerte. Ezek egy része nem igényel nagy gondolkodást, de vannak köztük elég húzós, sok keresgélést és olvasgatást igénylő fajták is. Vannak konkrét rébuszok, amikor egy adott bázison belül kell kutakodnod és megtalálni valamit, amit csak sejtett a leírás. Ezek egyébként kifejezetten kellemesek, még ha néhol át is tud csapni frusztrációba. A multiplayer nagyjából úgy néz ki, hogy Yuzit irányítod és vele kell, szintén Dark Souls módjára, megszállni más Colt irányította játékosok játékmenetét és lehetőleg telecseszni ólommal a szerencsétleneket. Néha konkrétan szarul éreztem magam, mikor már a második halál után az áldozatom a terület szélén egy sarokban gubbasztott 10 percen keresztül, hát ha kilépek. Sok lehetőségem egyébként nem volt próbálgatni ezt a módot, hiszen a játék lényegében ma jelent meg, eddig meg még nem volt túl sok tesztelő. Na meg még azt is hozzátenném, hogy többször is úgy laggolt a játék ebben az időszakban, hogy használhatatlan volt az egész. Mondjuk a tegnapi nap folyamán sikerült több kört is futni és rohadtul élveztem. Potenciált azt látok benne, de fingom nincs, hogy a jelenlegi tartalom mennyiséggel és a lehetőségekkel meddig élvezhető. Amennyire húztam a szám először, annyira megszerettem ezeket a sunyulós, akár hosszú percekig némán fülelős, majd pedig hatalmas tűzpárbajba tornyosuló összecsapásokat. A lopakodás persze single player módban is nagyon fontos, kellene, hogy legyen. Csak hogy a játék nem igazán támogatja a lopakodást.
hiszen már a felütés is alapból valami olyasmi, hogy gyilkolj meg minden nagyobb ellenséget egy adott napon. Ha el is jutsz valameddig csendesen, én úgy érzem, kifejezetten nehéz úgy végigmászni a történeten, hogy elkerüld a nagyobb összetűzéseket. Ráadásul, mivel a játéktér eléggé korlátolt, és 6-szóra kell visszamenned délután egy adott területre, konkrétan már kedved sem lesz óvatoskodni némely esetekben, és inkább végig szántod a környéket. Már ha van mivel, mert egyébként fegyverekből sem találkoztam túlzottan széles választékkal. Van nagyjából 6-7 típus, amik rendelkeznek egyéb fajta verziókkal, amik sokkal jobbnak tűnnek, mert nem kéknek jelzi őket a rendszer, hanem lilának vagy aranynak. El tudtam volna viselni pár egyéb eszközt is, mondjuk egy katonát, lángszórót vagy bármilyen sablon FPS fegyvert, csak hogy ne álmodjak túl nagyot. Egyébként megkövetném magam, mert amikor ezt írtam, akkor még nem játszottam olyan sokat a multiplayerrel, és a multiplayer módban azért beesik egy-két másfajta fegyver is, mondjuk nem tudom, hogy ezek a single playerben elérhetőek-e. Beleállnék még emellett picit a küldetésekbe is, mert hiába élveztem majdnem a játék teljes egészét, többször kaptam fel a fejem arra, hogy elmormolok egy szitkozódást a mesterségesen elnyújtott játékidő miatt. Megértem, miért kellett, de azért nem olyan vicces, amikor egy részletinformációért kell 20. alkalommal is elmászod a város másik végébe, csak azért, hogy megtudj valamit, ami miatt mehetsz a következő területre, és utána meg gyere vissza megint. Mert csak. Sok ilyen oda-vissza rohangálás le lehetett volna tudni sokkal elegánsabban és indokoltabban. Nagy negatív szájsz nem hagy maga után a dolog, de azért mégis olyan, mintha a készítők az arcodba röhögnének, hogy ha, ezért Death meg ezért Loop a cím, kis köcsög. Másik problémám, hogy a játék néha abszolút inkonzisztens dolgokat kér. Például, ha a főküldetés adott része előtt gyilkolom halomra a nevesített ellenfeleket, a játék elküld a fenébe azzal az indokkal, hogy gyere vissza másnap, hogy leleplezd az ellenség egy személyazonosságát, mert már meghalt és nem tudod. És ehhez hasonlók. Pedig megöltem, láttam ki az, tudom milyen maszkot visel, azt is tudom, hogy milyen az alsó nadrágjának a minősége, meg hogy mi történt a szüleivel, a játék mégsem elégedett ezzel a megoldással, mert nekem ezt az előre leprogramozott úton kell véghez vinnem. Kár ezért. Illetve meg szeretném említeni azt is, hogy a játék szerintem pofátlanul csal, és a harcok közepén néha csak úgy viccből respawnol néhány ellenfelet. Nem hiszem el, hogy némelyik bázison 50 ember bujkál, amikor tudom, hogy maximum 20-an voltak. Vagy nem tudom honnan jönnek, de akkor nagyon ügyesen bujkáltak. Sokkal inkább olyan, mintha a játék büntetné, hogy fejjel rohansz a falnak, ami vicces annak tükrében, hogy a lopakodást sokszor szabotálja azzal, hogy be kellene mennem 2 tucat állig felfegyverzett űrge közé. Persze minden megoldható, csak és kizárólag türelem kérdése. A büntetést amúgy nem nevezném negatívumnak, mert nagyrészt jól működő mechanikák által teszi ezt. De még így is belefutottam egy-két olyan helyzetbe, amikor unfair módon elbántak szerencsétlen karakteremmel, és buktam a másfél órányi lopakodással eltöltött szakaszomat. Mehettem vissza nulláról, és egyáltalán nem önhibámból. Lehet, hogy minimális spoiler, de olyan is előfordult, hogy én voltam a hülye, és konkrétan elárasztottam vízre egy föld alatti bázist magam alatt, mert nem figyeltem, hogy az a kapcsoló mit csinál pontosan. Bugokkal csak elvétve találkoztam, azok is főleg a multi során jöttek elő, ami simán lehet inkább szerver lag miatt alakult ki. Tudom, nem sok negatívumot hoztam fel a játék ellen, de őszintén nem tudok mit. Semmit nem vártam tőle, és kb. Mindent megkaptam, amire azt se tudtam, hogy vágyom. Egy élmény a Deathloop, és ami a legcsodálatosabb benne számomra, hogy pont telibe szarja a mai játéktrendeket. Térkép, minimap, az mi? Nehézség, honnan? Biztonságérzet? Azt hitted? Szájba rágós történetmesélés? Minek az? Picit, mintha megint a fiatalkorom nagy játékaival játszanék, amikor nem volt minden a popunk alá tolva, amikor még nem érezték egy autós játékban 2 méteres zöld nyilak, hogy egy egyirányú úton merre kell menni, mikor még a játék nem csak az intenzív élmény akart lenni, hanem képes volt kívást jelenteni, elvárt egy kis belefetszült időt, energiát. Persze nem azt mondom, hogy manapság ilyenek nincsenek, pontosan tudjuk, hogy vannak, főleg most, hogy a Souls-like műfaj ennyire köztudatba lett emelve. De mégis valahogy így a Bethesda keze alól, az Arkane Studios-tól ez így nekem hirtelen jött és meglepett, és imádom. Elnézést, hogyha ömlengősre sikeredett ez a videó. Nem azért volt, mert ingyen kaptam a teszt példányt, és nem volt semmiféle szponzorált tartalom a videóban. Egyszerűen imádtam a játékot, és kikívánkozott belőlem. Látom a hibáit, amiből amúgy nincs sok, nem tartom tökéletesnek, de pont leszarom. Nekem ez az idei év eddigi legjobb játékélménye volt, és megmerem kockáztatni, hogy évvégén is ott lesz az élmezőnyben. És nem azért, mert lófüty nem volt idén. Egy erősebb évben is toplistára tenném szerintem gondolkodás nélkül. És ezen én vagyok a legjobban meglepődve.
Lehet azért van, mert nem sok közön volt a Dishonored játékokhoz, a fanok pedig kiröhögnek, hogy ha, pont ezt tudta a Dishonored 1 és 2 is, te hülye! De ezzel nem tudok mit kezdeni, mert hát hozzám nem álltak közel azok a játékok. Szóval most megyek platinázni. Amúgy nem. Csőváz.